Kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket, Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében az Altúr Fesztivál második napján. Hamarosan kezdetét veszi Nagy János orgonaművész előadása, előtte viszont megkérem Mihalina László lelkészt, mondják gondolatait. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, és köszöntöm az orgonaművész urat és a szervezőket. Megtiszteltetés számunkra, hogy a Mezőtúri Református Egyház község adhat helyszínt ennek a ma esti orgona hangversenynek, és az egyház községünk lelkipásztoraként köszöntöm Önöket. Egy olyan szakaszt hoztam a 264. dicséretből, amelyben az orgona megtalálható, ezzel készüljünk lélekben az orgona hangversenyre. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát, zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem, őt áldjad lelkem, és róla tégy hitvallás nyelvem. El ne feledd, napfényed őte neked, őt áldjad örökké. Amen. Ezekkel a gondolatokkal kívánok szép estét, és kellemes időtöltést itt most a mai estén mindannyiunknak. Köszönöm szépen Mihalina László szavait. Engedjék meg, hogy a műsor kezdetén pár szóban bemutassam a művészt. Nagy János a hangszerek királynőjén, az orgonán játszik. A szentesi Lajta László alapfokú művészeti iskola zongora, orgona és zeneelmélet tanára, címzetes igazgatója. A Magyar Köztársaság Aranykereszt, valamint a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetés tulajdonosa, Szentes és Szegvár díszpolgára. Orgona tanulmányait többek között Virág Endrénél, Lehotka Gábornál végezte és részt vett Németországban Johannes Ernst Köhler kurzusán. 44 éve alapította és azóta is vezeti a szentesi Bárdos Lajos vegyeskart. Kérem, fogadják sok szeretettel a műsort. Önöknek és mobiltelefonjaiknak is kellemes kikapcsolódást kívánok. Az első mű, ami elhangzik, Johann Sebastian Bach Ámol fantázia és fúga. A darab fiatalkori alkotás, és egy másik nagy előd, a német zeneszerző Buxtehude hatása érezhető rajta. 20 éves korában gyalog zarándokol el Lübeckbe, hogy megismerje Buxtehude művészetét. Nála a fantázia és a fúga még nem különült el. A fantáziába szövi bele a fúga több szólamú szerkesztését. Thank you.
Következik Johann Sebastian Bach korál előjáték, az ismert református dicséret, Ó Krisztus fő, te zúzott dallamára. Gott, du frommel Gott, korál partita. A korált az evangélikusok éneklik. Szövege, az Urat áldom én, ő világom és éltem. Ő adta testemet és lelkemet én nekem. Már kisdett koromtól ápolt, oltalmazott. Áldása számtalan, mellyel elhalmozott. Partita több tételes művet jelent. Hogy mennyire fontos volt Bach számára a korál, még a látszólag világi műfajban is a korált választja témául, és erre írt több variációt a következő korálpartitában. Mivel több tételes műről van szó, kérem, hogy tetszésnyilvánításukat a mű végén fejezzék ki.
Következik Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fúga. Az egyik legismertebb Bach mű. A tokkáta elnevezés az olasz toccare billenteni szóból származik. Ezeket a műveket billentyűs hangszerre, orgonára, csembalóra írták. A D-moll tokkátában többféle zenei anyagot hallunk, futamokat, hangzatokat, visszhanghatásokat, tehát azt mondjuk szabadabb szerkezetű, szemben a fúgával, amely egy témára épül. A mű végén a tokkátára emlékeztető zene tér vissza. Thank you.
Következik César Franck, H-moll prelódium, fuga és variáció. César Franck, belga és német család leszármazottja, zeneszerző, orgonaművész, zenetanár, a francia romantika jeles képviselője. Különböző párizsi templomok orgonistája, aki nagy hatással volt az utána következő zeneszerző nemzedékekre. Zenéjéhez a kulcs az emberi természetben keresendő. Hangulatai mély és komoly vallásos érzelmeket sugároznak, de soha örömteli, boldog vagy misztikus. A prelódium végtelen dallama kicsit melankólikus. A fúga témája is énekszerű. A variációban a prelódium dallam tér vissza, gyors, figurális kísérettel, és ettől, mintha a dallam hangulata is megváltozna.
Még egy 1000 frank mű következik sokunk örömére, Grand Kör, nagy kórus címmel, egy karácsonyi dal alapján. Frank a tanítás mellett templomi orgonista állásokat töltött be. A nagy hangverseny darabjai mellett az orgonista címmel adott ki egy sorozatot, amelyben a katolikus misén használható kisebb darabokat tett közzé. A most elhangzó Grand Kör a mise végén a kivonulásra szánt darab egy francia karácsonyi dal felhasználásával. Thank you.
Utolsó előtti mű Liszt Ferenc Des Dur Consolation. Consolation vigasztalás jelent. Eredetileg zongorára írt darab, de maga Liszt Ferenc írta át orgonára. Következik Farkas Ferenc, Lehotka Gábor, régi magyar táncok. Az igen népszerű táncokat Farkas Ferenc, a 20. század jeles képviselője dolgozta fel zongorára, amelyből később több átirat is született. A most elhangzó átiratot Lehotka Gábor, kortárs orgonaművész készítette. A sorozatból hangversenyünk befejezéseként 4 darab hangzik el. Thank you.
Köszönjük szépen Nagy János orgonaművésznek ezt a fantasztikus előadást. További szép estét kívánok, a hétre pedig mindenkinek jó szórakozást, viszontlátásra!